A Megyeház Korzó telétalálat. A fehér termék program népszerűsítésében olyan alapvető élelmiszereket vehetünk szemügyre és vásárolhatunk meg, amelyek szemeinknek is kedvesek, és ízlelő bimbóinknak is tökéletesek. Ezek a termékek tanyán tartott állatok húsai, ezek nem kaptak soha semmiféle tápot, ridegen tartott tanyasi állatok. Szürke marha szalámit hoztam, az a Provértes Közalapítvány tulajdonában lévő 600 főt számláló szürke marha gulyának a terméke, ezek is az év nagy részét kint töltik a legelőt. Az elit gasztronómia kapaszkodhat némi ötlet, nagyanyáinktól, nagyapáinktól elsajátított fortélyok nem is olyan sokára alapvetést jelentetnek, a kicsiny kamrákból, az elit pincéktől, a lakótelepi zegzugban elhelyezett finomságoknak. Ezek a szörpök száron készülnek, az volt a cél, a család manufaktúrában készíti, és az volt a cél, hogy a hazai ízeket nagymamáik által főzött finom szörpök ízét tartsuk életben, illetőleg elverítsük föl az elfelejtett finomságokat. Nagyon jó a hatóanyagtartalma, mézzel készül, mindegyik szörp önállóan saját gyógyhatással rendelkezik, és a mézzel történt feldolgozás során még hatásosabban szívódik fel a szervezetben. Talán nem túlzó kijelentés, de igaz. A mezőföld szívében élve, nem vitás, figyelmesen gondozzuk az őstermelők a termékek útját is.